Hát én volnék Dracula lánya Dracula ura. Ja, ne parázzatok, meg a kaján élek. A barátom Claude Wolf épp ellenkezőleg. Ő szereti mindenbe belemélyezteni a karmait. A húga Claudine Wolf és Frankenstein a két legjobb barátnőm. Mi rémek, tartsunk össze! Nekünk szöncsajoknak az első a suli. Vásárolunk és kifulladásig együtt lógunk. Mutasd ki a fogad fehérjét, ha velünk akarsz szórakozni! Néha nem jó vámpírnak lenni. Dracula ura, nagyon pöröksz ahhoz képest, hogy halott vagy. Mesélj, miért? Semmi, csak... Láttad az új srácot? Minden nap elmegy a szekrényem előtt. Na hát, tényleg? Uncsi? Ő a legdögösebb srác a suliban. Jaj, ugyan már. Mindenki tudja, hogy az én fiúm Deuce a legjobb pasi a suliban. Jó, persze. Deuce szuper srác. Neked. De nekem... ő kell. Ott jön! Mondd, jó a sminkem? Persze! Hogy nem jó, te butós. De bízz csak rám. Ígérem, hogy emlékezetes lesz a találkozásotok. Vesd rá magadat! Kösz, Clio! Szuper vagy! Ahogy mondod. Csá, majd találkozunk. Egek! Te szörnyen festesz! Pont ahogy szeretem. Köszi, Clio! Mindent láttam. Te igazán rendes vagy. Gólia talált egy régi könyvet a vámpírokról, és képzeljétek! Mindent tudok a vámpírokról. Tudsz denevérré változni? Hé! És én még sose láttam. Hát én... Itt azt írja, hogy idősebb korodban menni fog. Elég idős vagyok. Már most is megy. Na, Muti. Mi? Most? Okay, de... Később, jó? A toronyban leszek fent, a denevérekkel. Puszancs, még sosem változtam át. Denevér vagyok, denevér vagyok. Ez az... Most! Nem megy. Nem tudok átváltozni. Dracula ura! Sikerült! Denevér! Denevér! Ez egy jó nap volt. Visszaváltoztál? Király voltál! Csak te kaptál ötöst a röpdogán. Én mondom, szuper voltál! Vajon miről beszéltek? Ma van Dracula ura szüli napja. Elfelejtettem. Pedig ma 1600 éves. Szervezek neki egy bulit. Frankie szüli napja! Elfelejtettem! Pedig 16 napos! Claudine, Dracula urának szüli napja van! Talízzunk ebédnél, és... Bocsi, más dolgom van! Laguna, Laguna! Frankie ma 16 napos! Szervezünk neki bulit! Bocs, de úszni megyek! Tényleg bocs! Buli? Nem! Ne elejj! Bulira! Szia, Frankie! Boldog szülinapot! Én bulit szerveztem neked. Tényleg?
Meg én is neked, de nem jött össze. Bocs! Hát, bulizni kettesben is lehet. Ez az! Ebédeljünk! Meglepetés! Boldog szülinapot! Ez komoly! Imádunk titeket! Zombi! Osiris nevére az évszázad bulija lesz ma este nálam. Nagyon ránk fér, mindenki hullafáradt a vizsgák miatt. Jaj, tartsd egy kicsit! Szevasz! Cleónál nagy buli ma este? Szédületes! Hello, este buli Cleónál! Szuper! Ebi! Buli Cleónál? Nem hagyom ki! Dracula urát nem tudom elérni, pedig ő bukott ki legjobban. Csajok, van egy kis gáz! Ó, jól van, nincs semmi baj, nyugi! Ettől még nem dől össze a világ. Most nézzetek rám! Tiszta kiütés a képem! Jaj, szegénykém! Csupán a stressz váltotta ki. Most maradhatok itthon is, kihagyom Cleo buliát, pedig mindenki tök jól fogja érezni magát, csak én nem, mert tiszta pöty lettem. Ráadásul mindenki csak kinevetne és ujjal mutogatnának rám, ez maga a vég! Ha nem vagy parti képes, nélküled inkább meg se tartjuk, igaz? Igaz. Ez kicsit túlzás. Igaz. Tartsátok csak meg nélkülem. Most jövök rá. Az ökük vérfarkas nagyanyámnak van egy házi bájitala, ami eltünteti a kiütéseket. Jó. Lássuk csak. Koboldusszony, hollóháj, griftól, tessék. Elmúlt. A mi falunk évszázadok óta ezzel gyógyít. Támadt egy ötletem. Ha nem tudjuk eltüntetni a pöttyeidet, akkor az egész buli legyen pöttyös. Nálatok jobb barátnői egy vámpírnak sincsenek, a bánatom elillan. Vele együtt a pöttyök is. Nyolcra értem, jössz? Ma este nem érek rá, mert Romulusszal tanulunk. Melyik órára? Amiből dogát kell írnunk. Rohannom kell. Claude lefújta a randit. Persze, mert Jusson segít lefesteni Szike hullaszállítóját. Dehogy, Gilhez mennek felvenni a replemezüket. Mit? Hogy hirtelen minden srácnak más dolga van, és ráadásul elhallgatják, hova mennek. Tényleg, ezt nem is rájuk vall. Már alig várom. Hello, csajok! De csak ne hellóz! Miért koptatatok le minket? Csak semmi, kamu. Miféle replemez lesz? Tessék, bocs, nem tudok jól hazudni. Nézzétek, ma este lesz a kanmuri. Már jó ideje tervezzük. Csak mi fiúk, lányok nélkül. Jól van, de mit terveztek? Kanmurit, ti ezt úgysem értenétek. De csak nem utogass, jó? Skacok most, spurizzunk. Ezek vajon miben sántikálhatnak? Kíváncsi lennék, hogy pontosan mit is terveztek mára. De fura. Hallgatóztam, és Claude valami háború stratégiáról pusmogott Jusszal. Jackson és Gil pedig kis híján őrre mentek. Bunyózni fognak? Meg kell akadályozni! Gulia kileste, hogy ide jöttek. Ezt nem ússzátok meg! Ott vannak! Ezt neked! A lézereimmel szétzúztam a védelmedet! Csakhogy húztam egy erőtér felújító kártyát, bukta! Parancsnok, vonuljunk vissza! Ellátjuk a baját! Mázli, hogy nem bunyóznak. Ilyen egy igazi kanmuri? Gyertek, Csajszik, hagyjuk a kisfiúkat játszani. Ezt vétek kihagyni? Olyan édesek! Parancsnok, vissza! Túl alacsonyan száll! Piu, 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 piu! Micsoda gyerekes dolgaik vannak, de ugyanakkor jól áll nekik. Itt vezér! Le fogunk zuhanni! Figyeljétek, a horoszkópom szerint ma találkozom a tökéletes fiúval. Jó képű, kifinomult és megbízható. Jaj! Ő lesz az első, akit először megpillantasz, miután innen felemeled a tekinteted. Ott van! Hogy? Hogy festek? Mi a bajom? Csodálkozik!
Maga a tökély. Hová tűnt? Ne! Ha nem találkozunk a suli végéig, nem fog összejönni! Még 2 perc van hátra! Lányok, utána! Majd én! Erre ment! Az ördögbe! A fiú WC felé megy! Frankie! Elterelő akció! Péter indul! Rendben! Szép volt! Békák! Sikerült? Egy próbát megért. Jó, megyek! Ha kilép a suli kapuján, elveszítjük! Mi a terv? Te! Erre mondom, egy ilyen ruhát bűn lenne otthagyni, de nem áll jól a fehér. Nagy pont, de az eladó azt mondta, a horoszkópom szerint nem hazudod, de tökéletes vagy, ahogy figyelsz rám. A csapás a távoli világűrből érkezett, hogy elragadják a halandó lelkeket és elfoglalják a bolygót. Sosem jöttem volna rá, hogy a gondnokot végig az UFO-k irányították. Képzeld, ha ez mind igaz lenne. Ilyen nincs. De itt vannak! Mi bújt belétek? Semmi. Egyelőre semmi. Hoppá, mi ez a zöld guztustalanság? A gonosz maslakok megtámadták az iskolánkat, és át akarják venni az uralmat. Nem hisz nekünk senki. A filmben is ez volt a vesztük. Be kell nekik bizonyítanunk. Rémhír, Frankie és Dracula ura űrlény támadásait a Monster High ellen. Mi a hézak, csigamú? Beleültettek valamit. Pont úgy, ahogy a filmben is. Hadd látom közelebbről. Csak szálka ment az ujjába. Tudjuk, hogy nem léteznek gonosz földön kívüliek. A Diri is közülük való. Nekem mondod? Szevasztok. Rájöttem, tudjátok, mi állna jól rajtatok? Ezüst színű szkafander. Miau! Ha nem hagyjuk abba, minket néz mindenki földön kívülinek. Gonosz maslakó a tornateremben gyülekező itt, nem kamu? Na, miről van szó? Mi szóltam? Hát itt az a radioaktív kísérleti patkány. A kis dögnek nincs túlzottan innyire a plazma injekció. Ha jól sejtem, magatoktól is rájöttetek, hogy nem akarja semmilyen idegen gonosz civilizáció leigázni a Monster High-t. Elég az ostoba pletykákból. Világos? Igen. És akkor Roti úr azt mondja nekem, az én időmben még a holt nyelvek is lélegeztek. Értem, milyen a pacsam. Én szerelmes pár. Jöttök velünk a rémkázízóba? Persze, de még meg kell mutatnom nektek az új szempestékem. Cool rémség. Hát itt van. Nem kéne kirámolnod a szekrényedet? Igazad lehet, de ugyanakkor... Nekem ez mind kell! Biztos van itt olyan, amit kidobhatsz. Például ezt. Ez egy tankönyv. Pápa! Dracula ura szekrénye nem maradhat így. Gulia, megcsinálnád a tervrajzot? Segítek berendezni. Aki egy lámpásban él, megtanulja, hogyan kell berendezni egy szűk teret. Tuti, Claudine engedélyt kér Vércsétől, Claude pedig elkészíti a műhelyben. Egy menő rémnek! Menő szekrény jár! Jó, vér! Ez Tudi! És mindennek van helye. Mm-hmm. Ruha, sulicuc, sminkes és magazinos polcok. Köszi! Nem jössz, Dracula ura? Csak még egy perc, csak lopni szeretnék még itt egy icipicit. Na? Hogy tetszik az új szekrény? Ez a legeslegjobb szekrény az egész gimiben, az már tuti! Egy hét alatt megtöltötted az egészet! Hát, úgy tűnik. Tudom, mi segíthet. És
És ha itt végre kész vagy, építhetnél még egy tucatot az öltözőbe a rimpompon cuccoknak, mert annyi mindennek kell hely, szóval legyen inkább két tucat. Nagyon izgulsz? Jobban már nem is lehet. Cleo az. Te is úgy izgulsz? Totálisan. Gúlia, nem vagy izgatott? Na, hogy én is izgulok. Vagy talán nem látszik? Frankie, be vagy gazolva a holnap miatt? Mi lesz holnap? De fura, megszakadt a hívás. Na, holnap lesz Frankie Stein, az iskolai fotózás. Aha, na és? Na és? Frankie, nem szabad ilyen félvárról venni az iskolai fotózást. A szó elszáll, a fénykép örök. Bizony, mint a hóember. Tudtommal az elolvad. Nem, ha jól van összegyúrva. Elég volt a frásztőri órából. Lássunk munkához. Mit csináljunk? Ott a most divat bemutató bulit. Kiköpött ikrek vagyunk. Mennyi az idő? Semmi vész. Még csak 8 óra. A fotózást 8-kor kezdjük. Jaj, ne! Kiesünk! Tessék várni! Mi is szeretnénk fényképezkedni, legyen szíves! Sajnálom, lányok, várnak a másik suliban. De hiszen mi egész éjjel a megjelenésünket igazítgattuk. Várnatok kell jövő hétig, akkor jövök portréfotózásra. Jövő héten bepótolhatjuk. Olyan hamar! Ez azt jelenti, hogy már csak 7 napunk van új szerelést kitalálni, lányok! Spectra Wondergeist vagyok, és ez a Monster High hűsztoria. Úgy tartják, hogy a vámpír és vérfarkas iskolák kerek 1000 esztendőn át harcoltak egymással. De bizton állíthatom, hogy ez a viszály itt ért véget, a Monster High-ban. Halljuk hát történetüket. Nem titok, hogy a szakosított vámpíriskolából átiratkozni ide nem volt gyerekjáték. Fúj, te bűz lesz! Talán ideje lenne szappant és vizet használnotok a nyelvetek helyett. Bevallom, kissé... nyersek voltunk. Mi vérfarkasok úgy szintén. Hé, ez már a mi területünk. Vágjátok, vámpúzerek. A fokhagyma totál ellátja majd a vámpírok baját. Pattanásig feszült volt a helyzet. Egy kis apróság is ádászcsatát szíthatott. Új, egy betegség hordozó! Mi? Hallottad? A lánymosdó most már csak a vámpíroké. Tűnés! Ezt nem teheted! Jól láttam! Rámorogtál erre a vámpírra. Tudod, hol a helyed vagy, tán emlékeztesselek rá! Ma ez véget ér. Jól mondod, ez nem mehet így tovább. A tornateremben naplementekor hozd el minden erődet. A győztesé a suli. De a Monster High-ban épp azt tart minket össze, amitől egyéniek vagyunk. És ha mind összefogunk, legyőzhetjük az igazi ellenséget, az előítéletet. Spectra Wondergeist tudósítását láttátok a Monster High hűsztoriával. Úgy a csattanó sem maradjon el, a két faj viszonya mélyebb már nem is lehetne. Claude, csak azt mondom, hogy legalább egyszer rám csöröghettél volna. Hogy? Nem volt térerő az erdőben. Vonyíthattál volna, ne csak akkor jusson eszedbe, ha sportot nézel, miközben tanulnék. Na, most már a vonyítás is zavar. Imádom, amikor tusszogsz. Eljött a szörnycserediák programra való regisztráció utolsó napja. Használjátok ki ezt a páratlan alkalmat, hogy egy külföldi iskolában tölthessetek el egy egész fél évet. A világ minden tájáról ideérkezett képviselők várják a jelentkezéseteket. Nézzétek, mennyi helyre eljuthatunk! Skerizbe, Transzilvániába, Rumbajba! Kitaláltad már, hová szeretnél menni? Fogalmam sincs! Például mi lesz, ha nem jót választok? Túl nagy van a te számomra! Olyan ajánlatom van, aminél nincsen jobb. Tölts egy fél évet a Himalaya High-ban! Fent a Himaláján? A
ami mellette szól, hogy egy csomó klassz téli rucit felvehetek, amire sosincs szükség. Azonban valami azt csúgja, hogy szívesebben mennék melegebb éghajlatra, ahol nem minden mirelit, és nem olyan fagyos a hangulat. Esetleg inkább olyan helyre mennék, ahol több a kulturális örökség. Hogy tetszik a spanyol csizma? Egy egész Filip Hispániában? Ott aztán van művészet. Elnézést, sárkány szenyor! Mennyi a pontos idő? Majd megkérdem mástól. Lehet, hogy az sem lenne olyan jó választás. Nekem annál inkább tetszik, már is beadom a jelentkezést. Kinyírország? Nem is tudom. Virgentina. Esetleg. Egybesült méregségek. Jaj, honnét tudhatnám, melyiket választom, hogy a végén ne vágyjak inkább máshová. Menj olyan országba, ahol mindenből találsz egy keveset. Karmashima Japánban? Nyüzsgő nagyvárosaink ultramodern izgalmakkal várnak. Ugyanakkor békére és nyugalomra lesz falvainkban és zenkertjeinkben. A divat pedig itt a legszínesebb az egész világon. Fantasztikus! Álom szép egy hely lehet! Eközben ez az utolsó cserediák hely, mely betöltetlen maradt. Egész nap ábrándoztál, hogy melyik országba menj tanulni, és elszaladt az idő. Vége a jelentkezésnek. Ja, hát jó, akkor Karmashimába megyek Japánba. Hölgyeim és gazuraim, Karmashima üdvözli önöket. Lassza! Karmashima tökéletesnek tűnt elméletben, de most, hogy így a saját szememmel elnézem, mi lesz, ha mégsem találom itt a helyem, és senki nem fog bírni? Mi van, ha rosszul választottam? Konnichiwa! Azt hiszem, mégis tetszeni fog Karmashima!